A kávéházi rendezvút látják, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, ahogy nagy szeretettel köszöntöm vendégemet is, Bogdán Máriát Szedresből. Azt sem tudom, hogy mit mondjak őről. Őszinte leszek, már csak azért, mert van mit. Menjünk sorba. Jó. Epertermelő, dinnyetermelő, költő, nemrég megválasztott képviselő, hamarosan akkor ugye ezek szerint akkor nyilván értelemszerűen képviselő lesz, szociálisan érzékeny, állatokat ment, és ezt most magam fűzöm ide, mert nyilván nem egy titulus, meg nem egy szakma, egy rendkívül érdekes és összetett személyiségnek tűnik. Így, ahogy így olvasgattam őről, meg hogy utána olvastam dolgoknak, és hát amikor beszélgettünk, itt szerveztük ezt az interjút és beszélgettünk, akkor egyáltalán nem ugrott el a felkérés elő, szóval még idézőjelbe könyörögnöm sem kellett, szóval még egy nyitott személyiség is. Ez no. Így van. Szeretek embereket megismerni egyébként, kapcsolatokat építeni. Ez tökéletes, mert most meg lesz rá a lehetőség. A következő 20-25 percben őről, meg arról nagyon sok mindenről beszélgetünk, amit csinál, és azért is érdekes ez a nagyon sok minden, mert azért éppen ezen gondolkodtam, amikor miután beszéltünk, hogy oké, a költészet egy terület, az agrárium egy másik terület, mondjuk az állatmentés, amivel foglalkozik, az megint egy másik terület, akkor mit hagytam ki, a agráriumon belül ugye eper meg dínye, az is egy terület, de valahogy mindegyikhez kell valamilyen érzékenység. Szív kell egy költeményhez, az irodalomhoz, szív kell a szociális érzékenységhez, nevében, hogy érzékenység, szív kell az eperhez, van olyan kertész ismerősöm, beszélget a rózsákkal, szív kell a dinnyéhez, de most már tényleg átadom Önnek a szót, még annak fényében, hogy 1986 óta lakik Szedresben, honnan jött? Én paksi származású vagyok, ott születtem, szüleim ott éltek, 21 évesen kerültem Szedresbe, amikor a férjemet megismertem. Elmentem a Szedresi Bucsúba, és ott maradtam. Szedresi Bucsú, tényleg? Igen. Ott aznap délután minden? Hát minden. Majdnem. Szerelem első látásra? Ez így volt tényleg. 1986, akkor gondolom, hogy talán nem árulunk el titkot a kedves nézőknek, hogy akkor be is került egyből ebbe, hát amiről híres például a Szedres, a dinnyés körforgásba. Igen, rögtön ebbe a vérkeringésbe be is kerültem, mert ugye a család, az apósom volt az első, aki dinnyét ültetett a faluban. Ha jól emlékszem, Csányból jöttek le oda a dinnyések, ott találtak jó földet erre a termesztésre, és ő ott dolgozott náluk, vagy segített nekik, vagy nem tudom pontosan, hogy történt a dolog. Ezek ilyen családi legendák, és akkor ő gondolta, hogy hát ezt ő is meg tudná csinálni. És akkor úgy kezdte el, és valóban férjemnek van 3 fiútestvére, 4-en vannak fiúk, és volt egy időszak, amikor mind a 4 fiú, tehát mind a 4 család külön dinnyézett. Most már ebből 2 maradtak meg. És akkor, ha visszamegyünk 1986-ba, ha emlékezetem nem csal, én voltam már Szedresi Bucsúban, ez is ilyen szeptember-október környéke. Igen, az mindig a szeptember 12-i Mária nap után következő vasárnap. Így van, ennyire most, pontosan most nem tudtam volna, de hogy ősz az, igen. Biztos. Na már csak azért kérdezem, mert ott a városi lány, atomvárosi lány Paksról elmegy Szedresbe Bucsúba. Azt nem kérdezem, hogy nem így tervezte, nyilván nem így indul az ember Bucsúba, hogy most férjet fogok magamnak, de nem volt meglepő egyébként, hogy akkor már mi nem az, hogy jött a szerelem első látásra, hanem az, hogy akkor mindjárt a dinnyeföld közepébe is csöppen, nem csak a házas életbe. Kábé. De az igen. Hát igazából a kolléganőmmel, ugye mi együtt dolgoztunk egy munkahelyen itt Szexárdon, és ő hívott el magukhoz a Szedresi Bucsúba. És akkor megkérdezte, hogy szombati diszkóval akarok-e ott maradni vele, vagy a vasárnapi bucsúbába, és én mondtam, hogy hát akkor legyen a szombati diszkó. És akkor így mindjárt a diszkó ajtóba össze is futottunk a leendő férjemmel. És akkor vasárnap jött a randi a bucsúban a céllövődénél, volt, utána egy vatacukor, egy körhinta, és ott is marad. Hát nagy vonalakban, igen. Azért, hogyha az embernek az apósa az első dinnyetermesztő a településen, az azért nem azt mondom, hogy föladja a leckét, hanem azért ott akkor elvárások vannak, nem? Igen, és ez nekem nagyon furcsa volt, úgymond tényleg városi lányként, bár nem annyira polgáros lány voltam, hanem az én édesapám szobafestő volt, anyukám meg gyári munkás, de mégiscsak egy városban laktunk, és nekem egy kicsit furcsa volt ez a falusi, mindenki köszön mindenkinek, mindenki ismer mindenkit, de elég hamar belerázottam egyébként, és nagyon sok barátot is szereztem, meg hát így próbáltam megismerni az egész lakosságot.
Bocsásson meg a kérdésére, és nem ezt a 30 pár évvel ezelőtt divatos népi urbánus vitát akarom itt felgerjeszteni vagy feléleszteni, tehát semmilyen hátsó szándékom nincsen, de nem volt ez egy kicsit furcsa, vagy egy kicsit éles váltás? De nekem az volt, nekem nagyon az volt. Rossz volt a barátaimat is ott hagyni Pakson, ugye teljesen idegenként kerültem be abba a faluba, de mondom, én azért egy ilyen nyitott személyiség vagyok, és azért hamar be tudtam éleszkedni, de azért még a mai napig vannak nekem furcsa dolgok. Tényleg például? Még így közel 40 év után is néha. Micsoda? Néha már fárasztó, amikor nem tudok úgy végigmenni az utcán, hogy ne állítsanak megbeszélgetni. Ja, mondjuk ez igen, érthető. Valamikor az idős nénik. Valamikor az ember... Csak menne. Igazából már mellettem lettek idősek, ugye, mert akkor, amikor oda kerültem a faluba, még nem voltak olyan idősek. Tehát ahogy én is, ugye, ahogy telt az idők, idős nénik lettek, és de én egyébként szívesen megállok velük, csak tényleg van, amikor sietne az ember, és akkor kicsit hogy rövidre zárom a beszélgetést. És akkor egy ilyen zárkérdés, aztán megyünk a dinnyéről az eperre. Az apósa egyébként kímélte, vagy jó reggelt, menjen, megyünk a földre? Nem, kíméltek. Nem. Én ugyanúgy beálltam a sorba, mint a többi napszámos. És akkor honnan jött? Ez sokkal később jött már, amikor már a férjemmel mi külön váltunk. Aha. És már egy bizonyos szintre eljutottunk, úgymond a terület is nagy volt, tehát jobb volt, hogyha én inkább felügyelem csak a munkásokat. Mert ugye, hogyha nézzük azt, hogy úgy állok a sorba, mint a többiek, akkor nem látom, hogy a hátam mögött mit csinálnak. Azért egy vezetőnek az nem jó, hogyha beáll ugyanabba a sorba, amiben a munkások vannak, mert nem tudja a többit irányítani. És akkor mondom, mi eljutottunk már azért arra a szintre, hogy nem kell minden műveletet nekem ugyanúgy végigcsinálni, mint egy munkásnak, tehát most már azért egy kicsit könnyebb, de ahhoz el kellett tenni egy 25 évnek. És akkor honnan jött az eper? Nem volt elég feladat? Így is mondhatnánk. A férjem az, aki egyébként jobban szerelmes a földbe, én inkább másfelé hajlanék, de mindegy, én ebbe belecsöppentem, ezt vállaltam vele együtt, jött, ezt csinálom. És hát úgy éreztük, hogy kellene valami váltás. Hogy hát, hogyha más lesz. Voltak nagyon rossz évek a dinnyébe, volt, hogy eladósodtunk nagyon, mert felvettük ezeket az áruhiteleket vetőmagra, műtrágyára, stb. Mert nem csak dinnye volt, hanem volt, próbálkoztunk még burgonyával, csemegekukoricával, hagymával. Tehát egy közvetlen zöldség ellátunk, kvázi. Próbálkoztunk egy ilyen élelmiszer alapanyag előállítással, és volt, hogy nagyon sokat buktunk. Tehát felvettük az áruhitelt, és össze nem tudtuk visszafizetni. És akkor így elkezdtünk gondolkodni, hogy mi lehetne az a másik növény esetleg, amit így amit mi bepróbálnánk, és tehát valami ismerős, nem tudom már kicsoda, ajánlotta, hogy nézzük meg valakinek az eperültetvényét, és akkor elmentünk így tanulmányi kirándulásra, megnéztünk egy eperültetvényt, és így bejött a dolog. Hozzáteszem, hogy sokkal több munka van vele, mint a dinnyével. Tehát annyira nagyon jól fizikálisan nem jártunk, viszont anyagilag úgy érzem, hogy jobb. Tehát akkor valahol megérte? Valahol megérte, így van. Itt is vannak jó évek, rosszabb évek, mint a mezőgazdaságban általában mindenhogy. Most ilyen azért az eper annyiból jobb, hogy ott például nekem nagyon sok fóliás sátran van nekünk. Meg tudjuk védeni az időjárási viszontagságoktól. Jobban, mint egy több hektáros dinnyeföldet, ugye. Ugye most már a dinnyesek is csinálják azt, egyébként azt is mi kezdtük el a faluba, hogy fóliasátorba raktunk dinnyét. Vannak ilyen úttörő dolgok, amiket így a akartam család... Akartam mondani, úgynevezett nem magyar elsők, szedresi elsők. Ilyen szedresi elsők, így van, hogy mi csináltuk azt a technológiát először, például a csepegtetőszalagot berakni a fólia alá, a fóliasátros dinnyét is elkezdtük, és akkor így azért így a többiek azok úgy tanultak a mi példánkból, és akkor megpróbálkoztak vele is. De ugye egy nagy, több hektáros dinnyeföldet nem tud az ember úgy megvédeni. Viszont azért egy fél hektáros fóliasátor eperből tud annyi jövedelmet adni, mint mondjuk egy 5-6-7 hektáros dinnyeföld. Tehát kisebb területen hatékonyabban tudunk termelni vele. Nem a méret a lényeg? Nem. Itt nem. És akkor melyik volt előbb, a dinnye vagy a szára? Tehát a két kötetes versantológiákban szereplő költő, vagy a dinnyetermesztő, epertermesztő
ki volt előbb? Mert ugye hát ön költőként is ismert. A termesztő volt előbb. Én hát valamikor kamaszkoromban próbálkoztam ilyen csasztuskaszerű kis versekkel, de még őrizgetem őket, de nem mutogatom senkinek. És akkor egyszer úgy 40 éves korom körül egyszer úgy bekattant valami nálam, nem tudom, de hogy miért. De hogy a Dinnyeföldön a tűzőnap, hogy tüzesen süt le a kopárszék sarja? Nem, igazából én éjjel szoktam írni. Éjjel? Este. Mikor van is egyébként egy versem pont erről, hogy ha csend borul a házra, végre a házra, akkor ébredek én fel, mint költő. Tehát hoztam egy kötetet, majd lehet, hogy felolvasom azt, hogyha így jó lesz, majd előkeresem. Az a lényege neki, hogy amikor már mindenki alszik otthon, én akkor tudok ezeken gondolkodni. Hogy mi történt aznap, milyen benyomások értek. Én ilyen megfigyelő típus vagyok egyébként. Nagyon sokszor társaságban is engem nem lehet hallani. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Hanem én figyelek másokat. És sokszor felhasználom azokat a tapasztalatokat a verseimben, amiket ott hallok. Milyen típusúak? Ki volt erre hatással? Tehát vagy nevezhetünk ilyen irodalmi előképet, hogy mondjuk a... Hát nekem József Attila volt mindig nagyon nagy kedvencem. És mondjuk a József Attilánál jelentkező mondjuk ez a nihilizmus? Nem. Ő viszont nem jellemző rám. Volt nekem egy költőbarátom, aki sajnos már meghalt. Ő mondta mindig, hogy én olyan vagyok, mint Villon meg Adi. Egyébként Villon nekem is eszembe, nem Villon, hazudok, bocsánat, nekem Rembo jutott eszembe, tehát inkább 19.-20. század, most jól járok az időben. Igen, Villon. És érdekes, mert annyira, még Adit még többet, de Villont annyira nem is szoktam olvasni, és mégis nagyon sok erotikus verseny van egyébként, és talán azért is hasonlított hozzá, meg ez az Adis dolog. Igen, mind a kettő költőnek érdekes az útja, és szerintem legalábbis nagyon izgalmas. És igen, hát megelőzött egy gondolattal a Villon, az finoman fogalmazva is egy erotikusabb vonal, ráadásul francia középkor, szóval igen. Főleg. Igen. És miről ír még? Akkor vannak az erotikus dolgok? Vannak erotikus, szerelmes verseny, van társadalomkritika, van néhány gyerekvers, az inkább ritkább, de... Mindenféléről igazából. Én nekem, ha a költészetet nézzük, az ősz nagyon inspirál engem. Rengeteg őszi versen van például, annyira nem tudom miért ihlet meg pont az, amikor vége a nyárnak és jön az ősz. Minden ősszel írok legalább egy-két-három ilyen verset. És mindig tudok újat mondani vele saját magamnak is. És egyébként mennyi verset ír? Hát ez nagyon változó, nem vagyok túl termékeny. Én azt látom, mert regisztrálva vagyok több ilyen amatőr költészeti oldalon is, hogy van, akik így ontják magukból naponta. Van, hogy többet is. Én nem. Én ritkábban írok, de akkor meggondolom, meg csiszolgatom. Viszont ha egyszer már kiadtam a kezemből, az készen van. Tehát nem utólag. Nézegetem ott az ágyba, írogatok így félig fekve, ceruzával. Papírra. Tehát nem számítógépen írok soha. Valahogy én még mindig ebbe az ózsdi dologba bízom, hogy ami le van írva, az úgy is van. És utána felviszem egyébként számítógépre azért. Akartam kérdezni, hogy azért nem így adja a kiadónak, ugye, vagy a lektornak? Nem. Pendrive-on tárolom őket, de én nem tudom. Van, hogy hetente egyet, van, hogy havonta egyet. Volt már olyan is, hogy minden nap sikerült egyet, de most körülbelül egy olyan másfél-két éve úgy érzem, hogy nem akar menni. Nem akar menni. Annyira sok feladatom van. Most a férjem is csinált 4-5 éve üzlettársával egy céget, annak az adminisztrációját is én csinálom. Most van még egy újabb cég, azt is, meg a saját vállalkozásunkat is, és egyszerűen annyira ilyen odafigyelős feladatok vannak, hogy azt érzem, hogy nem fér bele más a fejembe. Egyébként valahol olvastam önnel egy interjút, és ugye az volt, hogy pont talán a költészet, az irodalom kerül idén, hát az a parkoló pályára. Így van, az lesz a így háttérben. Van. Mert nem is érzem azt, hogy... Tehát akkor tulajdonképpen nem, hanem egy alkotói válság okán teszi most a háttérbe? Így is mondhatjuk, igen. Aha, de mindjárt ősz van, sőt, mondjuk papíron már ősz van. Igen, és ez mindig meg szokott ihletni az ősz engem. Akkor hát, ha visszatér az ihlet. Hát, ha meglátjuk. Hogyha elindult képviselőnek ezek után? Tehát akkor, bocsáss meg, hogy szavába vágok, a beköszönésben nem is mondtam, akkor három cégnek az adminisztrációja, költő, dínye, epertermesztő. Még mellette még hobbisportoló is hobbisportoló, tessék. Hobbibútorfestő. Ezek a hobbi részei. És akkor van még 12 szabad percem.
képviselőnek jelöltetem magam. Nem tudom, hogy ez miért volt nekem olyan fontos, de soha nem érdekelt a politika. Tényleg annyira elzárkóztam mindig mindentől, és mégis azt éreztem, hogy a tavasszal beszélgettem több emberrel, hogy lehet, hogy mégis jelöltetni kéne magam. Először polgármesternek, család elé terítettem a vágyaimat, mondták, hogy szó se lehet róla. Egyrészt nagyon nagy feladat, egész embert kíván, és ugye ebből következik az, hogy a három céget akkor kifogja. Tehát igazából el kellett döntenem, hogy most mi legyen, és akkor mondtam, hogy jó, akkor nem polgármester, de akkor legalább képviselőnek indulok, mert igazából azt érzem, hogy nem kellene önkormányzati szintre bevinni a politikát, de nem fogom tudni elkerülni. Mik a konkrét elképzelései? Vannak egyébként. Mi hatan voltunk független képviselőjelöltek, akkor négyen be is jutottunk a testületbe, tartottunk egy lakossági fórumot. És így az emberek tényleg nagyon lelkesek voltak, és odajöttek, és elmondták, hogy mi az, ami őket zavarja, vagy mi az, amit szeretnének. Például. Öntől mit várnak el? Mik az elvárások? Ha nagyon... jól néztem, bocsáss meg a szavába vágok, a választás.hu-n, ha jól néztem, 40%-kal jutott be. Tehát igen. Nagyon-nagyon magas az arány, ami igen, nagyon nagy bizalmat előlegez meg ennek. Hálásan köszönök is mindenkinek, igen. Tehát akkor elvárások is vannak, mit várnak? Persze, már most is megkeresnek, megállítanak a boltba az utcán, hogy és mondtam, hogy bocsi, ne haragudjatok majd októbertől, tudok bármit, de az információkat, azokat szívom magamba. És vannak úgymond tyúkperek is, de vannak nagyon komoly dolgok. Például több idősebb házaspártól hallottam azt, hogy a fecskeházak mintájára nagyon jó lenne nekik is egy ilyen nyugdíjas ház. Mármint a szekszárdi fecskeház mintája? Vagy ez a fecske? Hát úgy általában, szerintem azt hiszem, ha jól emlékszem, Győr könyvben volt ilyen fészekrakó valami. Ja, hogy ebben a koncepcióban, ebben a koncepció, ilyen szociális bérlakás? Ilyen szociális bérlakás, aha. Ugye csak ott fiataloknak csinálják, hogy időségnek ugyanazt, ugye, hogy ott van a nagy ház, meg a nagy kert, és már se pénzük, se erejük nincs arra, hogy ezt fenntartsák, és eladják, és bejönnek a városba, vesznek egy kis lakást. Tehát ez is ugyanolyan elvándorlás, mint amikor a fiatalok mennek el innen. És ők szeretnének igazából itt maradni Szedresbe, hogyha lenne arra lehetőség, hogyha például lennének ilyen úgymond nyugdíjas lakóközösségek, ahol mondjuk egy ilyen másfél szobás, konyhás bérleményt ők ki tudnának venni, miután eladták a házakat, mert ők nem szeretnének a városban lakni, hanem szeretnének ott maradni a faluban. Mondjuk ez egy igen méretes elképzelés. Ez egy nagyon nagy elképzelés, így van, hát ezt én... Mi igazából csak előterjeszteni tudjuk, aztán majd meglátjuk, hogy forrás hogy lesz hozzá, de például ugye az ideiglenes befogadó menhelynek a problémája is felmerült, aztán vannak még olyan apróbb dolgok, mint például a parkolónál a behajtó részt kiszélesíteni, mert nagyon sokszor megpatkázzák. Szóval ilyen dolgokkal megkeresnek emberek. Vagy például van, aki a szomszédjára haragszik, mert túl sok autó áll az út szélén, és nem tud kitolatni tőle, nem lát tőle. Szóval nagyon vegyes. Programokat szeretnének az emberek, mert az utóbbi időben egy kicsit ez úgy ellaposodott, ugye a Covid után valahogy elmaradt minden. És ugye most ott van egy szép új művelődési házunk, amit szeretnénk élettel megtölteni. Milyen élettel szeretnénk? Mik az elképzelései? Mindenféle közösségi programokat. Igazából úgy néz ki az egész, hogy a falunak a közösségét újra fel kellene építeni, mert az emberek egy kicsit elfordultak egymástól. És most az idén voltak is a polgármester úrnak erre próbálkozásai, most 2-3 ilyen rendezvény volt, ilyen szabadtéri, és látszott, hogy az emberek milyen örömmel jönnek el. Tehát, hogy ők ezt szeretnék. Szeretnénk előadásokat, meghívni vendégeket, például a faluból elszármazott sportolóink vannak, ugye van nekünk egy Szemerei Leventénk, van a saját lányom, a Bogdán Annabella, aki országos bajnok gerelyhajító, meg más egyéb kultúrembereket meghívni, például kiállításokat rendezni, vagy zenés esteket tartani, tehát megnyitni a művelődési háznak nem csak a belső, hanem a külső részét is, akár szabadtéri, akár beltéri rendezvényekre, meg egyáltalán, hogy az emberek tartsanak össze, hogy
jöjjenek el egy ilyen közös programra, és beszélgessenek egymással, közelítsenek egymáshoz. Így az elhangzottak alapján nem adom a szájába szerintem a gondolatot, de minimum ilyen szociális bizottság itt feladatokban gondolkodik. Hát azt mondták, hogy az nekem való. Majd meglátjuk aztán, mert nem igazán beszéltünk még erről, hogy majd mi lesz. Ugye majd a beiktatás után meg lesz az első gyűlés, és akkor kiderül minden. Nem tudom, mi szeretnénk nagyon a polgármester úrral együtt dolgozni, tehát nem vagyunk ellenségek. Ezt több mindenkinek hangsúlyoztam. Az, hogy mi függetlenként indultunk, az csak azt jelenti, hogy nem tartozunk egyik párthoz sem. Bár csak egy zárkérdésem van, hogy ezek után mik a hobbiai? Mi az, hát, amire? Amit most egy kicsit hanyagolnom kell, ez a futás, meg egyébként ilyen kardioedzésre is járok be a városba, mert most ugye nagy meleg miatt korán járunk dolgozni, és azért én ilyen hajnali futó vagyok. Tehát ez most nekem így elmarad. Én este már teljesen hulla vagyok, és nem tudok egy lépést sem menni. Ezt szeretném, hogyha most már egy kicsit több időm lesz rá. Én nagyon szeretem a bútorfestést, nagyon kikapcsol. Szeretnék egy kicsit a költészethez is visszatérni. Meg hát állataim is vannak, azokkal is foglalkozom, van két kutyám, macskám. Mert az elején a felsorolásban benne volt a bútor, benne volt, de hát azért az állattartás az nem igazán. Még egy ilyen zárkérdés. Hajnalban korán kell, nézzük már meg tényleg mi ez a tólig idő, vagy intervallum, hogy néz ki. Négykor kerek. És mikor fekszik? Hát valamikor sikerül 9 órakor már elaludnom. Ha túl sok a gond és nagyon sokat agyalok, akkor még 11-kor is fent vagyok. Ágyban vagyok, úgymond pihenek igazából, de folyton valamint gondolkodni kell. Hát akkor én további sok sikert kívánok. Köszönöm a gondolkodáshoz is, a munkához is, mindenhez. Köszönöm a mindenhez, amit eltervezett, és nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, a Kávéházi Randevút látták. További jó tévézést, viszontlátásra!